A Margit-szigetet senkinek nem kell bemutatni. Rengetegen ismerik, sokan jártak ott, de a múltját, titkait, érdekes történeteit kevesen ismerik. Azoknak, akik szeretnék tudni, milyen legendák kövezik a sziget romjait, épületeit, kik lépdeltek előttük a fák közt kanyargó ösvényeken évszázadokkal ezelőtt, ajánljuk az április 17-én bemutatott Üdvözlet Szent Margit szigetéről című könyvet. Jaksics György több éves kutató munkával készült könyvét a Margit szigeti Grand Hotelben mutatták be. Én egy gyűjtő típus vagyok, és ebből kifolyólag elkezdtem gyűjteni a szigettel kapcsolatos dolgokat. Először képeslapokat gyűjtettem, aztán könyveket, és aztán ezután következik az, hogy az ember aztán minden gyűjt, ami a sziget. Van kötődésem is a szigethez, mert kezdve gyerekkorban, aki Pesten van, az úgy kezdődik, hogy ez egy gyerekkorban játszótér, utána, amikor már egy kicsit felnőtt, akkor jön táncolni, vagy moziba. És aztán volt egy olyan periódus is, ami nem a legfényesebb volt, hogy 5 évig itt dolgoztam a főkertnél. Úgyhogy ezek az indítékok aztán egyszer arra vettek, hogy minden szigeti dolgot gyűjtök. És amikor ezt addig gyűlt, minden gyűjtőnek álma az, hogy valahol megjelenjen a munkái, illetve ez egy célja is, hogy minél többen hozzájussanak. És akkor elkezdtem ezt a könyvet, szerencsére jó barátokat találtam, a Salli Noémi, a Takács tanár úr, és később pedig a Voloncs Gábor, aki a postánál segített, meg a többiek. Elkezdtem járni a múzeumokat, és rájöttem, hogy mindenhol van valami szigetről. És ezeket szépen összegyűjtöttem. Széchenyi könyvtár, Szerencs, Szabó Ervin könyvtár, Budapest gyűjteménye, stb. És a végén összejött ez a kis könyv. Lehetőleg olyan dolgokat tettem bele, amit ugye a hétköznapi ember nem tud. Mert mindenki tudja, hogy van szabadtéri színpad, Palatinusz, és lehet futni, de aztán nem többet. És én kibányáztam 2-3, vagy még több olyan embert, aki érdemes, hogy megismerje a mai kor is. Tehát gondolok itt a Hajós Alfréd mellett a Kering Béla, vagy a görögnek nevezt Manó Leonidász, elnézést. Tehát akik érdemesek arra, hogy most is emlékezzen rá az ember. A könyv igazi kultúrhistóriai csemege. Szöveges részei mellett rengeteg képeslap, régi kép található benne, melyek Jaksics úr gyűjtőszenvedélyének köszönhetően most tematikusan elrendezve tárulnak az érdeklődők elé. Aki elolvassa a könyvet, körülbelül mekkorát utazik vele az időben visszafelé? Az idő az Margit-sziget történetével egy teljes volumen, tehát a rómaiaktól kezdjük, és ugye tulajdonképpen 3 fejezetre lehetne. Ugye van a Szent Margit és kora, tehát az Árpádház, akkor van egy nagy csönd, az a középkor, és aztán a 18. századba kezdődik, 18-19. század eleje a József Nádor féle ugye letelepedés, és akkor kezdődik egy második kor. Aztán van egy harmadik kor, amely a századforduló, tehát a kiegyezés után, tulajdonképpen a kiegyezés utántól kezdődik egy virágzás, ami a szigeten óriási fejlődést mutat, és ez tart egészen a második világháborúig. Majd a negyedik rész az a szocialista rész. Hát itt is történtek dolgok, és hát idáig jutunk el tulajdonképpen. A könyvet Bokros Levente mesterkanonok ismertette. Humorral átitatott beszédéből arra is fényderült, hogy miért ő végzi ezt a nemes feladatot. Jaksics György nem gyűjtötte ezeket az anyagokat, ezeket a nagyon fontos, azt gondolom, hogy irattári anyagokat, hanem közzé adta. És ez a fajta megosztás, ami a franciáknak egy, ebből a képeslapból kiindulva mondom ezt, ez a szakszavuk szinte a 60-as évek óta, hogy megosztani, patagé.
Tehát mindent megosztani, amit lehet, az csak megosztani. A bemutatón jelen voltak a szerző tettestársai is, akik segítették őt abban, hogy ez a különleges és izgalmas kötet tartalmas és ismeretgyarapító szórakozást nyújtson minden érdeklődő számára. Török Szofi, Szigeti kápolnában. Részlet. Mindig a szélén álltam, hol napfény és kegyelem csak híg meleggel söpört át vágyaimon. Sohasem értem forrásodig, uram. Maradék életemben még a néma remény sem keresi most már tündérkertjeidet, de legalább vágyakozni engedj utána. Vágyaim káprázatából emelek oltárt neked. Ne büntess érte, hiszen te alkottad végletes szívemet. Te adtad, hogy érzékeny érzékeim a fénylő sziromban is kigyulladt erdőt lássanak. Ha vágyaimat kioltod, levetted róla megszentelő jeled. Haszontalan száradok. S amiért küldtél, a betű értelmetlen. Értelmetlen fonnyad le rólam. Íme oltárodra hozom bűnös gondolataimat. Élnek. Oly céltalan s lobogó szépséggel, mint odakűn templomod előtte kertnek vad és csodálatos tenyészete. Köszönöm.